Izgatottam már, már sokat szor meglepettek bennünket. Most mi lesz a meglepetés? Majd kiderül. Nagy örömmel látom, hogy ilyen sok eljöttek. Hangosabban mondja. Kiállítás megnyitójára. Én Gubáné Pataki Mária vagyok, a padlásterápia festőcsoport vezetője, találója. Katival már 100 éve ismerjük egymást, nem is éppen nem ide gimi óta, együtt érettség. Egy időben szereztünk egy mosítványt, és ez ad okot arra, hogy én nyissam meg a kiállítását. És mikor bár útjaink másfelé vezettek, az érettségi találkozók szervezésével újra egymásra találtunk, immár barátomnak is mondhatom. És a padlásterápia indulásakor első szóra mellém állt, és azóta is a szokos tagja. Ő is fest pedig. És rá vett festeni, hogy nem akartam. Ő az absztrakt képviselője nálunk. A barátság olyan, hogyha egy adott pillanatban rossz néven is veszünk valamit, ezek az apróságok soha nem akadályoztak, inkább erősítették a köztünk lévő kapcsolatot. Ez is a tanulási folyamatunk része, ettől jobb emberré válhatunk. Az igazi barát kritizálhat is, hogy kijöjjünk a gyengeségünkből, támasz a nehezebb időkben, örül a sikereinknek. A tartós barátság mindenki számára áldás. Katiról tudható, hogy 10 éves kora óta fotózik, 21 éve digitális géppel, még az általános iskolában Ballók Ferenc fotószakkörében gyakorolt. Témája a táj, a természet szépsége, az állatok, ebből volt a közösségi házban is közös kiállításunk a festőklub másolataival. Nyugdíjazásáig a Réti Pál Kórház Röntgen osztályán dolgozott, 42 évig szerette a hivatását, a radiológián ráadásul, szerette a digitális technológiákat. Csodálkozhatunk is, hogy itt van, ha előítéletesek lennénk, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy a röntgen áll. Itt a példa, hogy nem. De ő a sporttal, az egészséges életmóddal, napi úszással és az állandó pozitív kapcsolataival tartja magát ilyen jó karban, nagyon sok csoportnak a tagja. Hobbiból fényképezik,
még a munkahelyén is alkalmanként munkatársakat, eseményeket örökített meg, ezekből a képeket, kiállításokat mutatta be a képeit. Az elmúlt években fotópályázatokra küldte be képeket, szép eredményeket ért el. 2019 óta a Márvány fotóműhely tagja. Legutóbbi kiállításai 19. március 1-én az Ipartestületnél, 20. január 15-én az Atipizériában, 2020. január 18-án a Lencsési Közösségi Házban, a Természetjárok 15. évfordulója alkalmából. 2020. március 6-án ismét az Ipartestületnél, 22. november 18-án a Lencsési Könyvtár közös kamarakiállításra hívott meg bennünket, ahol Kati gyönyörű villangóit festettem le, és így a kis terem a miénk volt, ott bemutathattuk az alkotásainkat. Olyan szeretettel ajánlom tisztelt látogatók figyelmébe a kiállított képeket, amilyen szeretettel az alkotójuk készítette. És azután majd, hogyha meghallgatjuk István és társulata muzsikáját, szeretettel látunk mindenkit a portugál ihletésű sütemények fogyasztására, melyeket a Krémius Cukrász Klub tagjai díszítettek Erzsike teájára, Kati sós süteményeire, üdítőkre, a hatalmas terembe. És lehet Katitól igazán kérdezni, nyugodtan kérdezzetek az útról, mert lesz ugyanitt vetítés, de az nem takar mindent. Rengeteg élménnyel rendelkezik Kati, úgyhogy érdemes majd vele beszélgetni. És akkor felkérem most Istvánékat, hogy a meglepetésüket adják. Nagyon szépen köszönjük a feltétlenül, ha megengedik ülnem adok. Van egy puskám, és majd ebből néha be fogok nézni. Tudnának önök mondani egy portugál dalt? Mi se találtunk. Mi nem találtunk, úgyhogy a meglepetés ennyi volt. Köszönjük. Sutamit megkérem, hogy majd ne szabadjon meg, ugyanis találós kérdést szeretnék majd feltenni. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy előveszünk, hogy hát milyen nap van. Ma június 2-a, ez az építők napja, és két nap múlva pedig lesz a pedagógus nap. Minden pedagógus tisztelettel köszöntünk. És az építők napjáról meg annyit, hogy én téglagyárban dolgoztam sokáig, és egy ilyen építők napi ünnepségen egyszer csak megkaptam a kiváló munkáját a kitüntetésre. És akkor még azt tudtuk csinálni, hogy kiszületett, kihalt meg június 2-án, és ennek apropójából van egy személy, Anna Mingullok, aki mostanában hunyt el, és ők együtt felléptek azzal a másik személlyel, aki június 2-án hunyt el, és úgy hívták, hogy Charlie Watts. Ha még nem tudják, hogy kiről van, hogy kikről van szó, akkor segítek. Ezt a számot, amit az interneten találtunk, ők ugyanis egy közös koncertet adtak Lisszabonban. 2010-es évek elején, 15-12-ben, és ez a dal is elhangzott, amit magyar szöveggel is az egyik kitűnő zenekarunk előadott. Akinek, a kitűnő zenekarnak a gitárosa nem más, mint Andrássy Krémó. A hangszeresek országos szövetségének a főtitkára. 20 vagy 30 éve tart gitártáborokat Szolnokon, és nagyon nagy zenei szaktekintély, mindenki tisztel, szereti. Melyik zenekarban volt ő?
többe is egyébként, de akik ezt a számot magyar nyelven énekelték, ott volt egy kórus. Egy veresegyházi. Most úgy látom, hogy elég sokat. Van benne egy szólam, amit a veresegyházi asszony kórusnak kéne énekelni, és a Charlie Watts az nem más, mint a Rolling Stones együttesnek a dobosa, aki június 2-án halt meg, 2021-ben. És az a Anna Mi Bullock, ez nem más, mint a rock királynője. 83 éves korában halt meg a múlt héten. És ők Lisszabonban együtt énekeltek egy közös koncerten a Rolling Stones-nak, amit az Easy Labor zenekar énekelt magyarul, és mi most meg fogjuk ismerni. Zalatnai sorolta a rangozóteri előtti generációnak a egyik legnagyobb énekese. Tőle hoztunk két a tűzpiros virág. Most mi volt minden csók, és milyen akkor mi van szigeten. Most valam járom csendesen, mint egy nyomán, mint járom kérsem. Egy éjjel, egy éjjel, a romok nőtt
köszönjük szépen! Melyik neves előadó énekelte még ezt a dalt? Nauton Familia, Csepregi Éva, ugye? Tőlük, vagy tőle is ismerjük. És ha már Nauton Familia, akkor nekik van egy daluk, ami szerintem egy picit idevág, ugyanis volt egy felfedező út, amit egy általam nagyon szeretett filmsorozatnak a hasonló nevű vezetője hajtott végre. A filmsorozat az a Kalambó, és ez a bizonyos személy, ugye Columbo, ugye, ő meg Columbo. Christopher Columbo. Columbus Kristóf, aki valaki tudja, hogy milyen származású volt? Olasz. Olasz, úgy van, olasz. Azt hittem én is, hogy portugál, vagy aztán spanyol, de portugál hadseregbe szolgált, és utána meg a spanyol hadseregbe, és spanyolként fedezték fel. De előtte Amerigo Vespucci, ugye, akivel elnevezték. Amerika. Na, ő van milyen származású? Nem portugál. Hát, ő is olasz volt. Ő volt a navigátora egyébként. És akár csak Markó. Igen. Mindenki olasz. Szóval Columbus Kristóf, Santa Maria. Két, hát, és... Ugye, amikor mennek, mi is még a kórussal voltunk Velencében, akkor mentünk a Vaporetton, és láttuk, hogy a gondolások szépen mandolinoztak, énekeltek, a gondolás meg elvezett, meg ültünk a Vaporettóba, 120-an. Jó, a Vaporetto. De az a kórus, egy Vaporettóban voltunk, nem? Hát akkor az... Egy 40 vagy 50 ez viszonylag elég nagy. Na de ennek a mandolinnak van portugál változata is. Portugál mandolin abban különbözik, hogy a előlapja nem domború, hanem sík, és egy picit a teste kisebb, nem olyan öbölös, mint az olasz mandolin. Egyébként a zöldségreszelőt is hívják mandolinnak, de ez nem hoztunk egy mandolin.
Erre most ráfogjuk, hogy ez portugál hangol. Mondjuk, hogy sima az előlapja. De ez egyébként bluegrass mandolin. De a hangja nagyjából ugyanaz. Mandolin, hegedű hangolású, G-D-A-E. Oké, köszönöm. Kihangosítjuk, hogy jobban lehessen hallani. És eredetileg dupla húros. Csak nekem van egy másik, és olyan nagy a húrnyomás, hogy eltört a másiknak a nyakát. Aztán ezen elszakadt egy, akkor gondoltam, hogy leszedem, ez lesz sima. Egy húr, vagy egy húros, összesen négy húr. Az eredeti mandolin 8 húros. És akkor van egy zenei műfaj, amit a portugálok előszeretettel adnak elő különböző rendezvényeken, a fádó. A fádó, az van egy énekes, és van egy portugál gitár, és van egy spanyol gitár. A spanyol gitár az a Damian húros, amit ismerünk, a portugál gitár az pedig 12 húros. Van itt most a gitárklubban három személynél is 12 húros gitár, nem ugyanígy néz ki, hanem mandolin alakú, csak a mandolinnál nagyobb, de 12 húros, a feje is egy kicsit más, és más a játék technikája, és nem akkordoznak rajta, hanem dallamokat játszanak, és a spanyol gitár pedig kíséri. Portugál gitár, spanyol gitár, és a fádó énekes. Hogy szól az a 12 húros gitár? Egyszerre. C-dur. Egy, két, de a portugál gitárra nem így játszanak, hanem dallamokat, ellenszólamokat kijátsza. A spanyol gitárnak kísér. De mi most nem egy ilyen fadó számot fogunk játszani, hanem mivel olaszok voltak a Columbus Kristóf meg az Amerigo Vespucci. Egy olasz dalt, O Sole Mio. Kéne is Thank you.
egy nagyon picit talán hasonlít a hangzás a fádó műfajhoz, de nem igaz. Próbáltuk, hogy szerzünk egy portugál gitárt. Mert itt Magyarországon nem, csak nem is árulnak. Nem tudom, hogy honnan lehetne szerezni egyet. Szívesen megtanulnék rajta. Szóval ezek a portugálok, ezek ilyen óceán mellett élő népek, és állandóan hajóztak. Mentek jobbra, balra, mindenhova. Tudja-e valaki, hogy a világon hányadik legbeszéltebb, vagy legtöbb ember által beszélt nyelv a portugál? Ötödik, hatodik. Melyik az első? Spanyol. Melyik a második? Spanyol. Melyik a harmadik? Portugál. Angol. Melyik a negyedik? Hindi. Melyik az ötödik? És melyik a valódi? Portugál. Dél-Amerikában, ugye Brazíliában portugálul beszélnek. Aztán Afrikában, több országban, Ázsiában, Európában is több országban beszélik a portugál nyelvet. Nem jó hangszert vettem elő, még csak Brazíliánál tartom. Ugye, eljutottak Brazíliába. Ja, igen, és az a fádó, amit az előbb próbáltam mondani, az brazil és afrikai eredetű dallamokat, meg harmónia fordulatokat tartalmaz. Onnan származtatják Brazíliából, és illetve Afrikából. Akkor ugye a legnagyobb létszámú portugálról beszélő ország az a Brazília, az hatalmas ország. Valahogy oda elkeveredtek ezek a portugálok, és van egy ilyen dal, az a címe, hogy ott van a focin rajta. Brazília, ez a dalnak a címe. Thank you.
Na akkor, ahogy kutakodtunk. Bocsánat. Aki elkapja a pöttyös labdát. Eusebio. Szóval, kutakodtunk, hogy hogy is vannak ezek a portugálok, mindenfele utazgattak, és 1879-ben eljutottak Hawaii szigetére, Honoluluba, három hangszerész. És akkor van itt két portugál hangszer fölírva nekem, gondolom, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. A Braguinho és a Rayau. Ezek a hangszerészek megmondták, hogy ilyen nevük van, és akkor kitalálták, hogy legyen ugróbolha. Ukulele. A két hangszerből összekombinálták, amit majdnem olyan, mint egy gitár. Ez a szoprán ukulele, van négy változata, de ez az eredeti. Az enyémben nem a hangluk van, hanem a Hawaii sziget csoportnak a térképe. Valaki tudja, hol van Honolulu? Melyik szigeten? Hogy Waikiki. Bár mindig Waikikire akarok. Ami Dávidnál van, az is szoprán van ukulele. Ez egy ilyen smile is. Hoztunk banánt, hogyha valaki szeretne beállni táncolni, ugye virágfüzérünk az van, ebből gyors csinálunk egy banánszoknyát. Ha nem, akkor a végén megeszünk. Melyik lenne az a szám, amit tudunk? Hát ilyen ukulele. De mi nem arra
szép a világ. Szóval a Fülöki Zolinak a lánya egy egyiptomi férfihoz ment feleségül, aki Portugáliában él. Úgyhogy az unokákkal együtt szoktak gyakran kimenni. Melyik városba szoktak visszatok? Visszárdaszállás. Vodafonnál dolgozik, ha jól tudom. És Lisszabonba. Zoli is többször volt, azért van a fején az a portugás És a tévén pedig látszik egy városnév, az egy spanyol városnév, hogy Martos. A basszusgitárosunk Martos városában volt osztálykiránduláson. Kicsi a világ. És akkor azt mondja a Füleki Zolinak a lánya, hogy mondjál már egy portugál dalt. Azt mondja, nem tudok. De amikor megyek az utcán, mindenhol utcazenész van, és azt a számot játsszák, hogy Bella Ciao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao,
Köszönjük szépen.